Magyarul. Kivéve aki angolul, hogy megfogása. Tolmácsukat összefordul. És akkor kell nekem olyan tolmács? Anna! Szóval szerintem hozok neked egyet, nem? De kell azt mondani? Hát csak hogyha elfelül értenem, az Anna fog az elején mondani. Én magyarul fogok kérdezni. Nem kérek. Nem kérek. Nem kérek. Most kérek. Nem kérek. Nem kérek. Nem kérek. Good evening, everybody. Just some technical information to start with for those who have this kind of tool in hand. On channel zero, you will always have the original sound right from the desk, since we will switch between Hungarian and English. So on channel three, channel zero, you will hear what we are saying, and on channel one, you will have the interpreter's translator's voice, just from the other side of the wall. So she is flexible enough to switch from one language to the other. So this is for the technical part. And otherwise, I think we can start. Since we are part of an international program, therefore I will start in English. Again, good evening, everybody, and I'm very pleased to have you here for this very important discussion in the frame of dunaPart 5. My name is Máté Gáspár, I'm a lecturer at the University of Theater and Film Arts and also director of a private foundation which strives to empower Roma activists in Hungary. So this is the double, so the two hats I have on my head and which hopefully enables me to moderate a good conversation discussion with our guests here today. I'm sure you saw the two plays which were programmed in the dunaPart in the last day. So one is the Heritage, which was written and directed by Mihály Svetje here with us, and the other, the Hungarian Gypsy, I think, Gypsy Hungarian, okay, this is the correct title, which was directed by Adam Császi, just next to me, and you could also meet actor Bob, Krisztof Horváth in that play. And we also have, I should have started with, but I'm not that polite, with Anna Lengyel, who is our special guest, and I will explain why and what kind of contribution I asked her to give to this panel. The organizers of dunaPart thought that it was very important, it would be very important to put an extra program, this discussion, to the two excellent shows that you had the opportunity to look at. To put it simple, because this is a very sensible issue still in Hungary, the representation of the Roma in all the senses is absolutely not an evidence how to do it properly, how to do it right. I'm sure that many of you know this problem, the problem of the representation of minorities on stage, either you are coming from Central Eastern European countries or you are coming from overseas, of course in very different contexts, but as theater makers you have to deal with the same
challenges. So this panel will be about this issue, how to deal with the challenges this task gives to us, and I'm not intending to offer you an opportunity to discuss the shows themselves, so it's not a meeting with the artists or with the creators of the show. I really would like also you, as member of this discussion, and also you as the audience, to reflect on a more general, larger level what's at stake when we try to do a proper and constructive approach to representation of otherness. At that point, I would like to turn to Anna, who recently wrote an excellent article overview about the issue, the representation of Roma on Hungarian stage in the past few years or since the turn of the century. And I would like to ask you to help us to put it in a context so that our foreign guests have a better background knowledge about in which kind of context these two new plays arrived. Does this chair symbolize something, or can we? This chair symbolizes two missing persons. We invited the actress Franziska Farkas from the same play to be with us, but unfortunately she could not come because she is shooting. She's shooting a movie, and we also invited the head of the Roma Press Center because he's an excellent expert on this matter, but unfortunately he also had to go to the countryside and cut it. I hope that next time he will be also sitting, and maybe Franziska and Erno, for two of them it would be not enough, but for see, none the of them. You gypsies have one chair, two gypsies for one. So we put it on. Representation. Okay. Well, good evening to all of you. My name is Anna Lindjel, and I'm a theatre maker myself. I have not entirely, but somewhat unique history in that I started in what we call them the stone theatres, which represents the city and state theatres, as opposed to the independent theatre, where I then continued. And most of my focus would be on the city and state theatres, historical and then new representation of the Roma on its stages. I'm more than happy to send my article, which is available in Hungarian, in English, and in Dutch, funnily enough, to all of you who are interested. So come up to me, I'll give you my email address, and then, you know, we can have a more thorough exchange, maybe. Historically, well, first of all, the Roma are, no, even before that, I think it's important. I have found this, I have spoken in many countries about the similar issues and about my own work, which initially engaged actually several productions involving Roma issues. And just let me clarify before that, in the Hungarian language, if you say gypsy, it's not, it's okay. It's okay to say, but maybe Krzysztof will say something else about that. I have read up on this. I read a lot. There is this really thick book about the Roma in Hungary, and there is a long introduction. But also I researched a lot among the Roma community, and I have found that there are people who actually prefer gypsy because they feel that the Roma is somehow dishonest in a way. On the other hand, of course, the actual meaning of the words, if you only consider those, then the Roma is the proper one, because it means man, whereas the gypsy has a lot of bad connotations. So I'll be using Roma, but for the most part, just to be sure, in Hungarian Roma communities, I have found that both terms are accepted in most cases. Actually, some insist on gypsy, and a few insist on Roma, in my experience.
Anyway, historically in the Hungarian theater, the Roma or the gypsy character is an exotic character, is a comic character, is a joyful, a gleeful musician for the most part, not only, but for the most part, and of course they were represented for the most part by white actors on stage who talked funny in the sense of the middle class white population, for them funny, trying to imitate the kind of gypsy talk. It wasn't necessarily meant, you know, critically or in a bad way, or it wasn't mean, it was just a sort of funny, exotic character. You can see this in major works of major Hungarian playwrights. The Roma represent the largest minority of Hungary. I'm not sure if you're aware of this. We don't have the exact numbers because, for very good reasons, it's not legal to ask for your, I mean, in a census, you can't ask, are you Roma, are you Hungarian, so that's there are no exact numbers. Guesses run anywhere between 7 to 10% maybe of the population, but it's a growing community, obviously, I can only, from my personal experience, I can mostly tell you about you know, what went on since, let's say, the mid-90s, and maybe that's what's most exciting for us at the moment. I would argue that there were only two theatre makers in the Hungarian theatre who consistently represented the Roma in a complex manner rather than the exotic character, one of them being János Mohácsi, who works in state and city theatres for the most part, and the other being Béla Pintér. And let me just mention two shows. One of them is called Just a Nail by János Mohácsi, which is, to my knowledge, from the white majority society side, to date, the most complex representation of the, let's say, of the history of the saga of the Romani people in Hungary. And I just like to, it's an extremely funny piece that he wrote himself with great music by Márton Kovács, and maybe the highlight or the highest point to me of the show, which included many chapters of the Roma history, including the Poraimos, which is the Roma Holocaust, and many others. There was this trial, this show trial, about this white man who was supposed to be eaten up by the Roma. And so there was one witness coming after the other, and yet another, and yet another, and they all, said that yes, the Roma ate up this white guy, and the Roma tried to say, but we didn't, and all that. And then finally came the crown witness, so to say, this guy who stood up and said, yes, I am the crown witness, and I attest to the fact that they ate me up. So that's the kind of, you know, humor that he works with, and I think he's uniquely brilliant about that. On the other hand, Béla Pintér, that's another, he's an independent theater maker you're, I'm sure, familiar with. And to me, his show called, so again, this show was called Just a Nail, which I might have not forgotten to mention, which is a quote from the so-called Roma anthem. And it refers to the fact that we, to this legend, we just stole a nail from Christ when we crucified him, because which is why the two legs are crucified by a single nail, because the other one was stolen by the Roma, which is a quote from the, but you will be able to tell us more, from the so-called Roma anthem. Anyway, it was a musical piece. And then Béla Pintér, you might be familiar with the show Muck, in some translations called Scum, but anyway, the original actual translation is Muck, which is a very complex story
And I won't tell you about it, but it shows you a sort of the birth of the right-wing extremism in Hungary. But it's about two girls who get adopted, and one of the girls is a Roma girl. And I don't have the time to now tell you about the whole piece. And I think this might sound strange, taken out of the whole context of the piece, but to me the highlight of that show was one highlight of the show was when the Roma girl who was adopted stole a purse from the community, and I found it extremely brave from on the theater maker's side to show this kind of extreme cliche about the Roma that they steal in a piece which showed the whole issue in a very complex manner. So I think in a way, I don't know if this is, if I'm making myself clear enough, but in a way, the fact that you don't refrain from that kind of criticism or that kind of color or that kind of anecdotal thing, it shows you that shows me at least that this particular theater maker who both writes and directs his shows is very free of prejudice. But I don't know if any of you have seen it, but it's a very complex play. I can send it to you, the text as well, in German and in English. I happen to translate it into German. Anyway, so for me, I would argue that these two theater makers were the most, were the white theater makers with the most complex attitude toward the Roma community and the representation of the Roma on stage. And then in 2000, although the lecture show was after that, but that's hardly the point. In 2008 and 2009, I don't know if you are aware, but there was a series of attacks against the Roma. It was a completely random, nine villages were attacked randomly, nine houses in nine different villages, where the attackers were simply put neo-Nazis, didn't know who lived there. The only thing they knew was that it was Roma who lived there. And in one case, they were even mistaken. And what they did was they threw Molotov cocktails on the rooftops, and when the house was ablaze and the family started to flee, they were waiting in ambush and they shot them. And this went on, and you know, you read in the paper one day after the other, yet again, one other incident and yet another incident, and to me this was shocking that the Hungarian theater for the first few years, not many, but still, didn't react to this. That they were, you know, the Hungarian theater, which historically is very social critical, so before the wall came down, Hungarian theater was very well known for its social criticism, for, you know, reading between the lines, so winking at the audience and understanding that actually staging whatever classic play is actually about today and it's a critical view of our present society. That suddenly, in a free society where you were free to put whatever you wanted on stage, for a few years there was no reaction to this. So we were playing our, you know, city and state theaters were performing their Chekhovs and Fedors and Shakespeare's on a very high level, many of them, but hello, do you read the papers, like what's going on? Anyway, and but then in 2010 there started a reaction to this, thankfully, and one famous show was called the Gypsy on the stage of the Katon József Theater, which is the most renowned, most established stage or city theater, I would argue, in Budapest. And it was a very problematic show, and I don't have the time to go into the details now, but I'm happy to send you my article again. But I still applaud the effort to deal with the issue. So what they did, they took a classic play,
which constituted Act One, and then I commissioned a new play on about the attacks, which constituted Act Two. And I would like to emphasize one element, that there was in the show, there was the suspicion that the Roma family, that the father of the family impregnated his daughter. And the problem was that it was never made clear whether this was true or not. Which was, you know, one of the worst clichés that you can think of. And the independent theater, which is an actual theater within the independent scene, they call themselves the independent theater. They are a Roma theater. Mostly. They started a correspondence with the director of the Katonőzsöv Theatre, who is also the director of the show, Gábor Máté, criticizing him for that and for not having a Roma expert, or asking about a Roma expert, whether a Roma expert was involved in the show. Footnote, we have unfortunately very few Roma actors, although the numbers are growing. So many might first ask the question, how come Roma characters are not played by Roma actors to begin with? And you can correct me if I'm wrong, but I'm afraid that would be irrealistic because we don't have enough Roma actors by far. But I would like to point to the fact that now the Academy of Theatre and Film is choosing, just in these weeks, is electing a new dean. And there are two candidates. And I would just like to point to the fact that there was a debate on Tuesday about this issue, or about the two applications. And I asked them a question about quotas, whether they have any. I said before, I know the word quota drives you up the wall, so I realize that. But and okay, maybe it's not the best idea, but anything that would sort of start a trend toward more women and more Roma being admitted to this institution, because the problem begins with not nearly enough applicants, of course. And sadly enough, both candidates sort of, you know, said, no, not really. And one of the candidates said, well, actually, we would have to start with secondary school students, which is, I agree, that's where you want to start. But I just wanted to point out that whereas the independent theater also has a program of training Roma actors, very successfully. Somehow many of them would never apply to this institution, which is the only, well, one of the two, but anyway, the longest, the one with the longest tradition of acting, actors training and directors and all that. So anyway, I don't want to waste more time. I was trying to focus on the white representation of city, mostly city and state theaters, but independent theaters as well, of the Roma characters on stage. Very briefly, my own company, Panodrama, put up a show after the attacks, called Word for Word, which was a verbatim show. We interviewed survivors, neighbors, and all other, many other people, and it became sort of a show, in a way, the first of its kind, which I think was not uninteresting, but obviously I'm very partial. But I would like to just mention one more thing, and because the others will talk about the Roma people making the Roma theater, so I don't think that's my place. I would like to point to Constanza Makras, who I don't know if you're familiar with her. I'm sure you are. So, she's an Argentinian choreographer who works in Germany a lot, and she made a show called Open for Everything with Czech, if I'm not mistaken, Czech, Slovakian, Polish, and Hungarian Roma communities. And what happened was she conducted interviews
with the Roma people, obviously through translation. And she involved some of those people on her stage and with along with her dancers. And I'm not saying there weren't some points of interesting exchange between them, but she took the liberty of rewriting the materials from the interviews, even though she didn't understand the original language, obviously. And she also didn't understand what was being said on her stage. So the owners of these stories, Roma people, were forced to tell their own stories in different words, which I thought was very problematic. Open for everything became a huge success. It traveled all around Europe, and I suppose outside of Europe as well. And with a friend, I saw it. I saw an open rehearsal in Budapest, and then I saw the final product in Zurich. And the Swiss loved it. And it seemed to offer you an explanation of how the Roma are. They can dance, and they can sing, and they are jolly, and there are these issues, and that. And now I understand. That was the feeling we had from the Swiss audience. And we were shocked and we were outraged because it was completely superficial. It had nothing to do with the very essence of what we were talking about. So finally, just to finish up, I think we have to be extremely careful, we white people, when making theater about Roma issues, and I'm sure you can tell me how I fucked up, but at any rate, we have to be extra sensitive and cautious about this. There is a lot more I could tell you, but I have completely abused my time, so I'm happy to send you my article. Thank you very much. Köszönjük szépen, Anna. Most magyarul fogom folytatni, mert kérdéseket intéznék a vendégekhez, és így egyszerűbb. Remélem a tolmács hall, és igyekszem nem túl gyors lenni. Ezt a bevezető után mindenképpen azt szeretném kérni, hogy Kristóf, te vedd át a szót. Nagyon jogos volt a kezdeti kérdésed a székről. Én nagyon szerettem volna egy olyan beszélgetést összehozni, ahol legalább egyelő számban, ha nem többségben vannak roma származású színházcsinálók. Egyszerűen azt gondolom, hogy minden egyes alkalmat meg kell ragadni ahhoz, hogy ti beszéljetek a saját ügyeitekről és gondolataitokról, és hogyha úgy adódik, akkor fogadjatok minket a bizalmatokba, és beszélgessünk. De már ebben a felvezetésben, ahogy hallgatom magam, és nem tudom, hogy hogyan tudnék másképpen beszélni, felvetődik az a kérdés, amiről az előadásaitok kapcsán szeretnék kérdezni. Ez a ti és a mi. Ez mind a két előadásban egy nagyon drámai, kielezett helyzetben borzasztó erősen elhangzik és felvázolódik. Mert azt hiszem, és akkor így kötöm át az Anna bevezetőjét a kérdésemre, hogy az összes klisé-szerű, borzalmasan ártalmas és destruktív ábrázolás és fogalmazásmódnak a legmélyén ez a megosztottság van, hogy vagyunk mi, és vagytok ti, és ezt attól függ, hogy ki beszél, sokféleképpen lehet értelmezni. Tehát azt szeretném, hogy ezzel kapcsolatban, akár a konkrét a cigány-magyar alkotási folyamatához kapcsolódóan, akár amit általában színházcsinálóként, színházpedagógusként, színészként, slammerként gondolsz erről, arról mondj egy pár szót. Kérdezhetnél valami egyszerűbb, pont adat, hogy hány szor vagy, hogy ilyesmi. Ti és mi. Mostanában azon gondolkozom, hogy működik ez a gép. Önök most folyamatosan értik, amit én mondok? Ön is? Ez lenyűgöző. Igen? Remek. Szóval, hogy a ti és mi, hogy mindenféleképpen lesz ti és mi, ezerféleképpen lehet osztani. Mindig olyan hülyén is érzem magam, hogy akkor most mit kellene, miért is gyűlünk össze, mi a célunk most, hogy valamelyikünk megmond valamit, amit eddig valaki nem tudott, és akkor aztán hazamegyünk, és megváltoztatjuk. És én olyan boldog vagyok, hogy itt az Anna beszél a fehér színház csinálókról, és hogy ő mit szeretett, és mit én, de hogy a végén mégiscsak odaér, hogyha csak ideig eljutnak a kedves fehér kollégáink, hogy
hogy nekem már akkor itt könnyebb, hogy ők már maguktól tudják, hogy milyen ciki, amikor arról beszél, hogy a fehérek hogy csinálják. És amikor ő már nekem előre egy kicsit kellemetlen érzi magát, hogy ő most az én nevemben is, hogy a szék, és hogy... Hát ez szerintem nagyszerű. Tegnap voltam egy beszélgetésen, ahol hívvel élőknek volt kerekasztal beszélgetése, de a kerekasztal beszélgetésen nem volt egyetlen érintett sem. Egyetlen ember sem volt, aki hívvel élőnek volna. És ott kint beszélgettek valakik, akik... És ez egy... És nem a hívvel élőkről, a romákról, az izékről. Hogyha most itt ülnénk, és mondjuk a nőkről beszélnénk, akkor mi érezhetnénk magunkat hülyén. Úgy értem, hogyha ezt valahogy ez a fajta gondolkodás, ezt nekem is állandóan tanulni kell, úgy látszik, mert ti is tök jól tanuljátok, én is tanulom, hogy erre legyen szemünk, és hogy nem mondhatom meg valakinek, hogy őt mi sérti például. Ez egy fontos tanulás, amit nekem is újra és újra meg kellett azt hiszem tanulni. Azt is szoktam mondani, hogy nincs ilyen, hogy valaki nyitott, hanem olyan van, hogy nyílik. Nem befejezett dolog. Nem is tudom, mit azzal a roma előadással, vagyis amit a Máté Gáborék csináltak, ott meg szerintem az az ijesztő, hogy a Máté Gábor egy nagyszerű szakember, egy csodálatos színházcsináló, egy legendás valaki, és hogy ezek szerint mindaz, amiről pont erről itt most beszélünk, hogy ti esetleg kellemetlenül érzitek magatokat, ami nekem egy kicsit jól esik, de én is zavar vagyok tőle, hogy benne ez nem volt meg természetesen, nem vette furcsának, hogy én valakikről beszélek, valakiknek a nevében beszélek, anélkül, hogy én közéjük tartoznék, vagy nem vett észre, hogy hogyan beszél rajta keresztül az elmúlt sok évnek a sztereotípiája, az, ahogy őt felnevelték, az, amit ő gondolt, az, amit ő cikkekből, izékből, nem tudom honnan tudott meg. És hogy az a finomság nem volt meg, hogyha én arról beszélek, hogy közületek valakiket levadáztak, akkor én ugyanebben az előadásban nem mondom, hogy ti általában a tesóitokkal szoktatok kefélni, hogy ez a kettő, hogy ne menjen már ugyanakkor. Ez, és inkább, tehát nem okolnék és vádolnék senkit, csak érdekes megfigyelésnek tartom, hogy ez a fajta érzékenységünk mondjuk még ilyen magas edukációs vagy érzékenységi szinten sem fejlődött ki, és nem elvárható. És ez szerintem mindannyiunknak így érdekes, és nem árt állandóan újra és újra gondolni magamat. Amikor voltam egyszer Berlinban, írtam, folyamatosan lehet követni, amit értek, nem túl gyors. Egyszer Berlinben írtam egy rap. Okay, thanks. Yes, I will. So, once in Berlin, I was invited to write a rap song, and it was about hatred, that am I allowed to be angry? Now, this is a big topic for me, that I should be behaving nice so that I would look white, though I think my anger might be, you know, legal. It's okay to feel angry about this and that. And once it happened that I will finish in like 3 minutes, okay? So I was going with the very same group you have seen to the countryside, and in the morning we went to the McDonald's before getting on stage. We were traveling, and one of the kids asked for a shake. The shake fell off, and you know everything was shaky all over. So I turn over, I turn back, and I see that my fellow is given a bunch of napkins in his hands, and he starts to, you know, wipe it up. And then I get so mad. How dare you? You are giving him the napkins to, I mean, it's a fucking accident. We have paid for it. We're gonna pay for it. It's your job to, like, you can't humiliate him. And then it turned out that my friend was asking for the napkin for himself, and then he made his choice to start to wipe up. So he wasn't forced to do so. But still, you know, I reacted pretty shitty. And now you can see that I was too paranoid, and I'm always wondering, can you say that, okay, sir, we understand why you are so paranoid. I mean, it's a misunderstanding, but I understand why you felt like that. It's all cool, and can they calm me down? There is a village in Netherlands where there are all these, what do you, dementia. Dementia. The old people in dementia, they live, but they don't know about themselves. They don't know that they are living in a, you know, in a secret village, because there are all the people in the shops and stuff. They are Apollo.
nurses, and this makes me think of how great that is, that I think there is some problem with you, but I'm not saying that you should do this, or why don't you try that, I give you a chance and you can try to live like me, but then I say what I can do, what I can change, how I can approach. I can't tell you what to do, how to be, what to think. I can change my own approach, and I think this is the are you with me? No. Oh no, not no. You were. Yes, I'm trying to. Okay. I used to be a poker player as well. They say that it's a knowledge based. Mi az, hogy szerencsejáték? Luck game, yes. So you can't say that, why didn't you raise? Why didn't you throw your cards away? You can't tell the dealer, why did you put the six down on the river? Because you just don't have the power to change that. I only can say, why didn't I raise? Why didn't I fold my cards? So the only thing you really have, something that you can change, is what you do, your own acts, and how I approach. So I can't tell the old people to remember your name, or remember that I am your son, or I can't tell my own dement auntie not to be scared of being lehallgatni. Yes, she is scared of the government wire tapping her. But why can't I just make her feel happy by approaching to her in a way that I share your, worries, and they might wiretap you or whatever. Okay, I knew, I start speaking and then I just don't know what I started about, where I finished. Yes. I know she's been gesturing at you. Are you the only Roma person in this room? At the table, yes. Well, thank you for being here. And actually, my father is a Hungarian, so my mother is a real gypsy, so I can always feel a bit... but careful with the Hungarian. Roma are Hungarian too. Yes, this is always what we teach to the kids. I mean, no, it's not something you teach. I can offer them things that you will have to be thinking, who are gypsies, who are the Hungarians? Are you Hungarian? Because in your ID card you are Hungarian too. Also, now you were using the word gypsy. In Hungarian it is cigány, and gypsy, cigány, and Roma are three existing expressions. And I don't know, some of you might speak German, so cigányer does mean something. For you. Yes, but that comes from the Greek, atziganos, untouchable. And that is also something, so I can't tell a gypsy, a Roma, or somebody, how would you call yourself, that you should call yourself this and that. But it's okay to let you know about the facts that atziganos comes from this, Roma is in the language, gypsy is... they say that gypsy is something like a misunderstanding, because the traveling Roma families were masking themselves. They said that we are Egyptian kings who were, sent away, and now please let us just wander around here. And that's how it became the Egyptian gypsies. But quick footnote on the terms, it's the Roma, in the Roma community, very often the Roma call themselves Roma and call the white people Hungarians. But that's, they are entitled to do that. It's like American black people kidding around and saying, hey nigger, what's up? That doesn't give us the right to call them nigger. So it's like that. Yes. Okay. Köszönöm. Menjünk egy picit. Nem fejeztem a sztorit. Melyiket? I haven't finished the story, and I promise I won't say a sentence. But with the girls, there were the two sisters of mine in Berlin when I was writing this rap song about hatred, and I said my muse is a whore. Some say I should hang her. And they were looking at me just like that. What did you say? Did you use that word? I mean, how can you? And I was, what? I'm talking, some others talk about my muse and they say that she's a whore. It's about my hatred and gypsy. They would not listen to me.
And I was so mad that I'm the poet and I have, I'm not choosing a word just because I chose that word on purpose. But then I changed. Because if it hurts them, I just can't tell them that I a stupid girl. Then I had to change. And then I said, my muse is unacceptable. Some say I should hang her. It's either anger consuming me or I consume anger. And then they would listen to the rap song. And then I learned that I may have to be listening to their demands. Yes. Okay. Szóval ebből is látszik, hogy ez egy folyamatos tanulás, és ez a nyitottság és a nyílás, ez azt hiszem, hogy, hogy teljesen megvilágítja azt, hogy mi is a dolgunk. És azt is, amit mondasz, hogy, hogy mindenki ugye, nem tehet más, mint a saját mesterségén keresztül, a saját eszközeivel gesztusokat tenni, és ezt a tanulási, nyílási folyamatot erősíteni. Nem szeretnék abba az irányba tovább menni, ami emberi jogi és mindenfajta körökben ma már teljesen világos, és amire ez a hívvel élő példát is hozott, hogy semmit rólunk nélkülünk. Nyilván, tehát ez számunkra teljesen magát értetődő, és ezért is vagyok kicsit csalódott, hogy Franciska és Ernő nincs itt velünk, hogy még többet hallhattunk volna tőlük és róluk, de így akkor most szeretnék a nem roma származású alkotók felé fordulni, és azt megkérdezni, és elsőként tőled, Mihály, hogy nyilván amikor ez a történet elkezdett benned mocorogni, és úgy érezted, hogy meg kell írni, és meg kell rendezni, akkor tisztában voltál azokkal a prekoncepciókkal, és tétekkel, és elvárásokkal, amiket most a Kristóf is említett. Egyáltalán hogyan, tehát alkotóként hogyan tudtál ezeken túlélni, vagy hogyan bántál velük, és milyen típusú belső vagy külső kontrollmechanizmusokat alkalmaztál, ha egyáltalán? Egyrészt az egész témához egy picit máshonnan közelítettem, mert eredetileg elsősorban inkább filmrendező vagyok, és foglalkoztam egy filmmel, ami ezt a témát járt körül, de ez egy rövid film volt, és akkor, ahogy arra fölkészültem, amikor beletettük magunkat a forgatásba, akkor találkoztam azzal, hogy inkább így mondom, hogy találkoztam ennek a valós oldalával, tehát amikor nem csak az van, ami az előbb is elmondott, hogy újságcikken keresztül valami megfogalmazódik az emberben, és elkezdek utána, és hogy belekerülök abba a világba, ami elkezd foglalkoztatni, akkor sokkal... Tehát az az igazi tanulás, azt akartam az emberi, tehát ott van az, hogy egyszer csak szembe találkozik az ember azon, hogy is van ez valójában. Tehát minden a kutatás oldaláról indult ez, és akkor egyszer csak eszembe jutott. És ez a része ugye a alkotásnak a legnehezebben racionalizálható, hogy egyszer csak eszembe jutott, hogy honnan kéne ezt megfogni. Egy hosszabb történetben, és írtam belőle egy vázlatot. És utána viszont nem teljesen egyedül voltam a formában, mert a színészekkel közösen hoztuk létre. Ezért csak azt akarom mondani, hogy végső soron ezek a kérdések, amit felvetődtek, ezekben nem maradtam teljesen egyedül. Hanem egy csoporton járunk végig. És nekem ez annyiból könnyebbség volt, hogy állandóan voltak külső nézőpontok. És nem kellett nekem mindenben döntést hozni, vagy inkább nem is döntést, hanem ezekben a nehéz kérdésekben egyedül döntést hozni. De az alkotói csapat, a színészek, akikkel dolgoztál, azok olyan szempontból egy
homogén, velük egy homogén közösséget alkottok, hogy egyikötök sem roma származású, egyikötök sem ott él, vagy nem onnan jön, amilyen területet az előadás története ábrázol, tehát nyilván érzékenyen tudtatok egymás ajánlataira reagálni, de az a fajta nézőpont, mégiscsak jelenti az egyetlen roma a színpadon, az pont az Ernő kisfia, aki Sanyikát játssza, és nyilván, hát nem tudom, hogy mennyire volt benne ilyen módon alkotótársként a folyamatban, de gondolom, hogy alapvetően a felnőttek határozták meg a párbeszédeket és a jeleneteket. Tehát, hogy te most így visszatekintve erre, hogy érzed, hogy ez a fajta egymásra figyelés, ez egy kielégítő biztonság, vagy most, hogyha újra kezdheted, vagy a következő alkalommal egy ilyen témát dolgozol föl, akkor tágítanád el a kört. Van-e rá igényed, van-e rá szükséged, jónak gondolod el? Egyrészt nem tudom, hogy legközelebb fogok-e hasonló dolgokat, úgyhogy ezt most nehezen tudom megmondani. Én hiszek abban, hogy jöjjenek vagy szóljanak hozzá olyanok, akik a témában esetleg jártasabbak. Itt az, ami nekem a önbizalmat adta, hogy előtte elvégzett kutatásoknál ezeket a beszélgetéseket én lefolytattam a filmnél. Tehát ugye tényleg nem is tűnik külön szakértő, de ez részben azért is van, mert egy másik munkán keresztül viszont voltak erről beszélgetéseink. A másik egyébként az Erdő kisfiára visszatérve, hogy ő volt a legnagyobb kritikusunk, és ő nagyon a témában, annak ellenére, hogy nagyon fiatal, nagyon kiművelt srác. Szóval ő a mai napig tud nekem olyan kérdéseket feltenni, amire nem könnyű válaszolnom, vagy hogy ő nyilván gondolkodásra késztet, hogy ő esetleg ott mennyire voltunk figyelmesek, vagy sem. Az életkorától függetlenül így van, egyébként az édesapjával is volt a beszélgetés. Miután megnézte a főpróbán, és volt is olyan jelenet, amit hát is hangoltunk a beszélgetésre, mert úgy tűnt, hogy lehet, hogy nem voltunk elég figyelmesek. Egyszerűen az lenne nehéz, hogy mi ülünk egy székben, egy nézőpontból, aminél azt képzeltük, hogy a szándékaink azok világosak és rendben vannak, és mondjuk ő nagyon jó volt abból a szempontból, hogy hirtelen meg egy olyan nézői nézőpontot hozott be, aminél nekem is mások kellett ránéznem, hogy nekünk a sajátunk, hogy akkor ott valami nincsen rendben. És hangoljuk át, mert azt mi nem szerettük volna, hogy fölmerülhessen. Én köszönöm, hogy behozod ezt a nézőpont kérdést, mert azt hiszem, hogy pont erről van szó, és hogy mindenki a saját nézőpontjáért felelős, a saját nézőpontjának vagy a látószögének a folyamatos nyitásáért, de valóban én is úgy éreztem helyenként, hogy és pont a kisfiú szerepkörén keresztül, hogy ő még annál is magányosabb ebben a történetben, mint amennyi vagy a színpadi reprezentációban, mint amennyire egyébként a történetből is a most jelenkel felidéznek magát a narratívát, hiszen láttatok az előadást, de hogy abból, tehát a fikción belül, ahogy ki van alakítva, és ez valószínűleg tényleg azért is lehet, mert máshonnan nézitek ki alkotóként ezt a világot, mint ahonnan mondjuk azok, akik ebben a valós szereplők. És akkor itt felmerülhet az is, amit az Anna az elején pedzett, hogy bár egyszerre játszanak a színészek, de ugye mégis tudjuk, ismerjük, vagy tehát látjuk őket, és látjuk őket eljátszani a falon. A közösségnek a jókkal feltételezhető roma lakosságát, és hogy milyen tojáshéjon kell néha táncolni azon, hogy ez az ábrázolás
egyszerre tűnjön realistának, hihetőnek, és közben nem csúszson semmifajta klisébe. Arról beszélünk, hogy nem beszélünk az előadásról nagyon részletesen. Ez is engem ebből a mi és ti aspektusból, tehát hogy nem olasz előadású színészekként mit lehet tenni, vagy hogyan lehet erre készülni, vagy hogy lehet erre a legtisztességesebben hozzá. Egyrészt a mai esténknek ugye ez a témája, de hogy a mi hozzáállásunkból azért ez nem csak is kizárólag egy roma tematikájú, tehát nekem legalább annyira szól a magyarországi gyerekvédelem problémáiról is, ez a darab és még sok minden másról is. Ennek főként roma szervezésű gyerekek az áldozatai. Másrészt ugye mi azt próbáltuk meg, és minden ilyen gesztus vitatható, de mi próbáltuk meg, hogy abban az esetben, hogyha ugyanazzal a színésszel játszottam az egyik szerepet is, meg a másikat is, tehát ez folyamatosan keverve van, ezzel egyrészt fenntartjuk azt is, hogy azt a nézőpontot is, hogy végül is akiket látok, ők valójában nem is romák, és hogy vajon a többség mindenkit romának, mi a darabunkban cigánynak nevez, aki abban az élethelyzetben van. Tehát mert én fordultam meg ilyen szegregátumban, és talán azt lehet mondani, hogy többségében romák jelenek ott, de ott nem mindenki roma. Tényleg ott nem romák is, és őket mind a falusiak, azokat mind azt mondja, hogy azokat mind cigányoznak kész. Tehát, hogy van egy ilyen felfogás, hogy őrünk van egy nagyon rossz vélemény, és aki ott lakik, ott már nem teszünk kincsét. És mi ezzel a keveréssel, hogy a polgármester az tulajdonképpen ugyanaz a személy, mint aki a telepen lakó ember, ezzel próbáljuk azt is mutatni, hogy elsősorban és mindenek előtt nem, mint ahogy a kisfiúnak a legutolsó mondatai között is, amit nem tudom mennyire ugye visszaidézni, amikor a Dárdai Pálról beszélget, akkor ő úgy fogalmazza meg, hogy ő is magyar, mint mi. Erről beszél, tehát hogy így mi mindannyian egyébként magyarok vagyunk, erről szeretne szólni, szerintem nekem ez egy olyan fontos ez is itt bele, hogy ez nem kéne, hogy I don't think that this division should be present in our life. Nagyon jó érzés egyetlen romának lenni a teremben. Olyan különleges jogok illetnek meg. És én most téged, Misi, feloldozlak, majdnem azt mondod, hogy feláldozlak, feloldozlak a cigányokról, cigány által, nem tudom, nyilván egy csomó minden másról is szólhat a darab, és egy nagyon izgalmas kérdés, nekem ez nagyon tetszik, hogy a szereplők, hogy miért csak cigány játszhat cigány, mert ez azt is jelenti, hogy akkor a cigány nem játszhat Rómeót, mert nincsen beleírva, hogy Rómeó cigány. És mindig azt is szoktuk mondani, hogy tehát mondjuk azt nem mondjuk, hogy magyar színész, meg az se, és ezért aztán furcsa az is, hogy valaki hogy jön egy roma színész. És persze hova esik a hangsúly, de hogy a roma színész az olyan, mint hogyha a romát játszó színész lenne, a karakter színész, aki mindig karaktert játszik, a roma színész mindig romát játszik, és lehet, hogy én azt mondanám, hogy ha lenne névjegykártyám, akkor roma származású színész lennék. Hogy a származásomat megjelölném, hogy mindenki tudja, hogy bizony, ez itt az a bizonyos cigány, de egyébként pedig általánosan színész vagyok, és akár eljátszhatnék egy valamit, aki nem cigány, de csak bankrablók vagyok. Akkor, és bocsánat, és itt a császira akkor olyan jól át is lehet kötni, hogy egyébként, hogy én itt most mondom, hogy a roma reprezentáció, de ottan az a gágyó rendezte a darabunkat. És ez megint csak, hogy ki beszél kiről, az fontos, hogy az ő nézőpontja is
benne legyen, mert valahogy az összekapcsolódást, és azt remélem, hogy a fehér ember nyelvét talán a fehér ember fogja beszélni. Ez a darab, amit csináltunk, az elsősorban azt hiszem a nem cigányoknak szól, és az egy megint külön izgalmas dolog, hogy voltak sokan romák is az előadásunkon, és néhányuknak nagyon tetszett, és sokan kellemetlenül érezték magukat, mert azt mondták, hogy nem adott okot arra, hogy büszkék legyenek. És van, akinek bizonyos dolgok büszkeségre adtak okot, hogy mennyire jó és bátor és szemtelen, van, aki másképp értette ezt. Bocsánat, hogy most magyarázom a bizonyítványomat, hogy magyarként vagy fehérként külön reprezentáltam a romákat. Ön Borsodban nőttem föl, az Magyarországok a legszegényebb vidéke, Miskolcon, egy olyan helyen, ahol a kb. Rajtunk kívül. Úgyhogy szarabból és hátrányos helyzetű gyerek volt, és szegények voltunk, és szarabból éltem, mint a Kristóf szerintem gyerekkoromban. Úgyhogy nekem jogom van. Majd még versenyezhetünk. Jogom van beszélni rólad, mert veled nőttem föl, csak te nem voltál. Úgyhogy teljes jogom van reprezentálni. Veled pingpongoztam, érted, veled fociztam, veled verekedtem, úgyhogy teljesen. Na, nem, csak viccelődök, de igen, ez egy nagyon fontos kérdés, kinek van joga beszélni erről. Szerintem ezek a kérdések, vagy ebbe az egész diskurzus, hogy kinek van joga beszélni a kisebbségről, ebbe egy kurva nagyot bele kell baszni, semmi értelme nincsen arról beszélni, hogy a fehérek reprezentálhatnak-e romákat, vagy a romák reprezentálhatnak fehéreket, ez ugyanolyan, mint amit az előbb mondtál, Kristóf, hogy akkor ezek szerint homoszínész nem jár. Ez egy fájdalmaskodik a kérdés, a kisebbség nincs meg a többség nélkül, a többség nincs meg a kisebbség nélkül, ezek teljesen kizárólag egymás tükrében értelmezhető fogalmak. Maga a kisebbség a többségnek egy volt reprezentációja. Azok az attribútumok, amiket a romákra tükrözünk, azok nem a romák inherens attribútumai, hanem ahogyan mi tükrözzük magukat bennünk. Ez ugyanolyan, ahogy az arabokat elképzeljük, az sem olyan, amilyenek az arabok, hanem ahogy az európaiak látni szeretnék, erről vannak nagyon jó képek. Csak romákról még kevésbé jó. Úgyhogy nekem az előfeltevésem az mindig az volt, én 10-valahány éve dolgozom ezzel a témával, újra, mint hogy 17 éve dolgozom együtt a Kristóffal. Egy csomó kisfilmet csináltam erről. Meg most már két éve képzem a közös társadalatunkba a szereplőket, akiket láttatok a cigány magyarban. Azt mondom, hogy az, hogy heterogén hangok szólaljanak meg ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az a fontos. Nem lehet, nem mondhatjuk azt, hogy a reprezentáció egy pólusú kell, hogy legyen. A cigány magyar úgy íródott, hogy velem volt a csapatnak egy önéletírás szeminárium. Azaz meg kellett írni az élettörténeteket, de az élettörténeteket egy nagyon sarkított perspektívából. Mondjuk marslakó vagyok, és akkor úgy fogom elmesélni az életemet, mint a marslakó lennék. Mindenkinek választani kellett egyet. És utána, amikor készített ez a szövegkorpusz, akkor a Kristóffal együtt elkezdtük szerkeszteni, mi voltunk az dramaturgiai. És a Kristóf még írt bele egy picit, írt bele verseket meg. Ezt hiszem azt. Tehát akkor, de én szerkesztettem ezt az anyagot, akkor kiírta ezt a drámát. A koncepciót, azt, hogy ez az egész ennyire felháborító lesz, az, hogy azokat a dolgokat, ahol könnyed együtt érzést váltanak ki a szöveg, ezt meg fogjuk semmisíteni, és teljesen sztereotíp cigány ábrázolást fogunk bemutatni, azt én raktam bele a darabba. Erről mit kell gondolnod, akkor én rasszista vagyok? Azért raktam bele? Tehát ez egy rasszista fehérnek titokban az öntükröztetése, vagy ennek funkciója van a darabban? Nem, én szeretném azt mondani, hogy ennek funkciója van a darabnak, amikor cigányokkal játszottunk, über cigányokkal,
és ez téged felháborít, ennek nagyon fontos funkciója van. Mert a következő pillanatban még nem profálsz benne, te is egy csomó dumáltál. Hogy csak hozzá akarok szólni, meg akarok erősíteni, hogy egy kis cigány. Itt ülök egy órája, és arra szok, hogyha nem fejezhetem be a mondatot. Igen. Szóval az a funkciója, hogy amikor egy cigány, a színpadon megszemélyesít egy cigány sztereotípiát, amit ráadásul én adtam neki rendezői instrukcióként, hogy úgy mondja el azt a szöveget, annak az a funkciója, hogy a következő pillanatban fogod látni egy egészen más jelenetben ugyanazt az embert egészen mást játszani. És arra fogsz gondolni, hogy amikor látod a csávót bajhézni a villamoson megköpködni, akkor neki is van máshol egy élete, egy teljesen más élete. És én hiszek a tök egyszerű, teljesen konkrét kapcsolásokban, és a tök egyszerű, teljesen konkrét megfogalmazásokban. Ha csak annyi lejön a darab megnézése után, hogy a rettenetesen heterogén az a dolog, amit a cigány szó leted, ez nem egy egység. És ezek nem beágyazott, ennek a közösségnek nem beágyazott alternatívai vannak, hanem mindig a reprezentáció tárgya, és ez szerint jelenik meg. Akkor már elérte a darab azt, amit akart mondani. Igen, hogy például azt a dolgot, hogy eleve, ahogy az elején indul az előadás, ha emlékeztek, a dundi felszolgálónak, magát felszolgáló mondó srác, nagyon ellenszeres. Hát jó napot kívánok! Utálom, amikor a Norbi azt mondja, hogy megbasszalak. Én azt magamtól nem tenném bele, mert bennem benne van ez egyrészt azt gondolom, hogy én cigányként nem fenyegethetlek meg téged az én előadásomon. Ez legyen a fehér srácnak a dolga, hogy a fehéreket fenyegesse. Ez talán túlzás is lenne. Plusz bennem van az is valahogy, hogy én cigány vagyok. Nekem valahogy kedvesebbnek kell lennem, szebbnek kell lennem, jobbnak kell lennem. Én ezt nagyon sokszor szoktam föltenni azt a kérdést cigány gyerekeknek, hogy most nincs igaza a többségnek, amikor látja, hogy ott ő lop, meg rassz, meg büdös, meg mit én. És akkor persze, hogy haragszik ránk. Hát akkor persze, hogy én. Most nincs igaza? És nagyon sokszor jönnek velem, hogy de hát persze, hogy tök igaza van. Ahelyett, hogy észrevennék, hogy azonosulok az agresszorral, és azt mondom neked, hogy igen, tök igazad van, hogy amiatt engem. És senki nem mondja, hogy te vagy a hülye, hanem én azonosulok. Igen, az igazság, hogy szerintem a kisebbség és többség párbeszédéből a legértékesebb dolog, amit haza tudunk venni, az az, hogy a kölcsönös kudarcunkat kellene beismerni. A kölcsönös kudarcunkat, hogy megértsük magunkat és a másikat. Igen. Most elvetted a punchline-t, úgyhogy meg is tudom azt kellene megértenünk, hogy ez nem egy megigazuló diskurzus, nem egy olyan diskurzus, amit meg fogjuk találni az igazságot, hanem ez olyan beszélgetés, ahol arról fogunk rájönni, hogy mi is kudarcot vallunk, és a másik is kudarcot vallunk, hogy magunkat se ismerjük, meg őket se ismerjük, és ők is rájönnek arra, hogy saját magunkat se ismerjük, meg minket se ismerjük. Tehát ez a legértékesebb, és ez az a típusú kritikai perspektíva, vagy elbizonytalanodás, ami a legfontosabb. Erre kellene ráébresztenie az embert a kisebbségről való beszélni, hogy fölül kell vizsgálni minden egyes ízét, meg porcikáját ennek az egésznek. Semmit nem kezelhetünk úgy, hogy stabil vagy készen kapod a saját percepciókat, de az ő sem kezelíti a saját percepciókat. Nincs egyetlen egy fix pont sem ebben az egészben. És ezt a beszélgetést nyilván nem lehet befejezni, csak így félbe lehet szakítani, ezt most megteszem. Akik külföldről látogattatok el hozzánk, érezhetitek, hogy van dolgunk bőven. Én nektek nagyon szépen köszönöm, hogy ebből a dologból ilyen aktívan és konstruktívan veszitek ki a részleteket, és abban bízom, hogy amikor legközelebb visszatértek hozzánk, és újra remélhetőleg újabb előadásokat tudunk a figyelmetekbe ajánlani, akkor hosszabban és tovább tudunk majd erről beszélni. Mari. Hát nekem mutogatják, hogy idő van, de lehet. Mivel van tolmácsolás, átérnék.
Köszönöm szépen, az egyetlen elhangzott roma szót, a gácsot. És azt hiszem, az is fontos, hogy a cigányság a saját nyelvét is használja, és tanulja. Sajnos a tolmács nem hallja pontosan a hozzászólást, mert nem mikrofonba történik. Hát, nagyon sok kérdésem van, Romániából érkeztem. Még ennél is komplexebb ez a probléma. Yeah, there are more kinds of gypsies living here as well. So even the language is the Hungarian gypsies don't speak the gypsy language, then the Ola cigányok beszélik a lovárit, and there are Beás cigányok who speak the old Romani. But since we open up, I just must say, I'm sorry, but there is an incredible, I don't know if you're aware of the huge anti-gypsy sentiment in this country. And also there is this story very recent about Porgy and Bess, which the state forbade to perform in the National Opera of Hungary because they weren't doing it with black performers. And of course you can explain that in this country there are very few African Americans living, so please allow us that opportunity. But instead what they did was that completely white Hungarian singers declare themselves African American. This kind of cynicism, really, this was completely outrageous, and this kind of cynicism would tell me, I think it's crucial that we're very, it's very nice what Adam said, but on the other hand, you know, the response of Gábor Máté, the director of the show Gypsies, when the independent theater suggested that he get a Roma expert, he said, well, we stage Romeo and Juliet and we don't get a love or jealousy expert or whatever, which is a really high goal, because you say, well, I'm sorry, I'm sure you have been in love and you've been jealous, but I bet you've never been a Roma, so, you know. So I think it's complex, let's say that. Akkor is befejezzük ezt most. Köszönjük szépen. Ugye a mondani, hogy ne tapsálj, mert akkor én automatikusan elkezdek hajlongani. Én nem tudom helyen volna, hogy hozzáérjük a cigaretet.